köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Szentes Imre Márcsinál, aki október 9-én 90. születésnapját ünnepli. Ebből az alkalommal a közelmúltban Lévai Kálmán, a karcagi katasztrófavédelmi kirendeltség igazgatója, és Sebők János, a karcagi tűzoltó parancsnokság parancsnoka is köszöntötte Önt. Először is szeretnénk gratulálni ehhez a szép kerek évszámhoz. Köszönöm szépen! Nagyon örülök a gratulációnak. Csak egy kicsit beszélgessünk az elmúlt 9 évtizedről, hiszen Ön a legidősebb tűzoltó karcagon. Egyenes volt ez a pályaválasztás, vagy azért kis vargabetűk vezettek ide? Hát, hogy mondjam, én nagyon vágytam mindig az egyenruhára, és hát jártak ki a cséplőgépet ellenőrizni a régebbi kollégák, aztán ott találkoztunk kint a cséplőgépnél a határba, és addig agitáltak, hogy rá tudtak beszélni. Hát rá, mert könnyen rá tudtak beszélni, mert én is vonzottam az tűzoltóság kötelékébe, hogy így mondjam. És aztán jelentkeztem, fel is vettek. A felvétel után itt Karcagon teljesítettem szolgálatot, a Gőzmalomban és a Rishántoló Malomban, hol egyik 24 órában, egyik malomban, másik 24, a másik malomban telt el, és október, június hónapban jelentkeztem, és októberben pedig el kellett menni Makóra, Ujanc iskolára. A Ujanc iskola 3 hónapos volt, úgyhogy karácsonyra hazakerültem, akkor 1 évig szolgáltam Karcagon, a tűzoltóságnál, már akkor bent a laktanyában, és 51. január 1-ével pedig Budapestre mentem tiszthelyettesi iskolára, amely 6 hónapos volt. 6 hónap után, amikor hazakerültem, akkor pedig a szolnoki tűzoltó parancsnokságnál nyertem elhelyezést. Ott szolgáltam októberig, 54 októberéig, igen, és 54 októberben pedig megalakult Tiszafüreden a tűzoltó parancsnokság, és akkor a parancsnokai megkérdezték, hogy nem-e volna kedvem lemenni Tiszafüredre. Én erre azt feleltem, hogy hát, ha lehetséges, akkor szívesen vállalom a tiszafüredi szolgálati helyet, és így kerültem le Tiszafüredre, ott lehúztam 11 évet Tiszafüreden. Utána ott megszüntették a tűzoltó parancsnokságot, és így kerültem vissza Karcagra. Karcagon teljesítettem szolgálatot 1978-ig, 78-ban nyugalmányba kerültem. Elértem a nyugdíjas korhatárt, és hát egészségi állapotom jó volt, de azt mondta a megyei parancsnok kiküldöttje, hogy el kell menni, ha tetszik, ha nem, mert a korhatár odaért velem. És akkor így helyeztek el nyugdíjba. Akkor azért tetszett jelentkezni, még lovaskocsikkal mentek itt a tűzoltók. Imre bácsi lovaskocsis tűzoltó lett, vagy akkora már, mire elvégezte az iskolánkat, akkora már modernizálták a karcagi tűzoltóságot is? Akkorára már, mire én a tűzoltóság, az Ujanc iskolát elvégeztem, mire hazakerültem, már gépjárműfecskendő ment a lovaskocsi helyett a káresetekhez, mert kapott Karcag egy gépjárműfecskendőt, és azzal vonultak ki. Vonultunk a káresetekhez. Hát a káreseteknél volt egy komoly tűzeset, ami az emlékezetemben megmaradt, egy törekkazal gyulladt ki a kunlaposi részen, és oda riasztottak bennünket. Hát a törekkazal tetejére felmentem, ott olyan meleg volt a kazal teteje, hogy a csizma vargát rántott a lábamon, és kicserélték a csizmát a lábamról. Aztán utána elkerültem Szolnokra, igen, Szolnokról pedig le Tiszafüredre. Tiszafüredről ismét, mikor ott megszűnt, Karcagra.
innen kerültem nyugállományban. Itt az előbb azt tetszett, hogy milyen meleg volt, de miután mi korábban már beszélgettünk, így tudom, hogy azért a mínuszokkal is nagyon meg kellett küzdeni. Volt olyan, amikor Tisza Szent Imrére kellett egy kastély tűzhöz menni, akkor meg azért a nagyon mínuszok voltak a nagyon rettentőek, igaz? Igen. Igen, hát az megint egy nagyon emlékezetes tűzeset volt. A Szent Imrei Állami Gazdaságban egy kastélyéget, oda riasztottak bennünket, nem csak Tiszafüredet, hanem Karcagot, Püspökladánt, tehát több fecskendővel vonultunk a Karesethez. Már mire, mink oda kiértünk Füredről, akkor árván Karcagról hamarabb odajött a karcagi fecskendő, és az azzal kijött tűzoltás vezetője rögtön átvette tőlem a parancsnokságot, hiába voltam területileg illetékes, de átvette, hát nekem át kellett adni a parancsnoksági teendőket. Az nagyon emlékezetes, mert olyan hideg volt, hogy a töblőket alig tudtuk összehajtogatni annyira, hogy kocsira fel tudjuk pakolni, mert megfagyott a töblőkben a víz, tehát nagyon nagy karikákba kellett összehajtogatni. Úgy vittük be a laknagyába, ahol megszáradt, aztán utána úgy lehetett a raktárba elhelyezni a tömlőket. Következő káresetünk. A káresetek akkor még inkább csak a tűzesetek voltak, úgy tudom, hogy akkor még nem vonultak balesetek, egyrészt nem is volt azért még annyi baleset, meg annyi autó, de akkor még a tűzoltóságnak tényleg csak a tűz figyelése volt a feladata. Pontosan így van, ahogy tetszik mondani, tehát komolyabb káresethez nem kellett menni, balesethez meg abszolút nem kellett menni, úgyhogy nem ismerték a tűzoltóság keretén belül az, hogy baleset történt, és vonulni kelljen. Nem is kértek segítséget, de nem is volt rá szükségük, mert nem volt divatba. Most már ugye, ha valami baleset van, a tűzoltókat hívják mentéssel, meg a mentőket is, ugye. Úgyhogy úgy viszik a betegeket kórházba ellátásra. Mikor osztályunknak azért már csak itt az írásos emlékekből rémlik az, hogy félreverték a harangot, mert tűz volt. Amikor még Imre bácsi tűzoltó volt, azért az aratás idején a református templom tornyában is kellett azért őrködni. Ez egy, gondolom, azért nem volt egy egyszerű feladat, egyrészt magas volt, tehát az, akinek tériszonya volt, annak az még külön egy problémát jelentett, de ott azért be kellett látni az egész határt, ez egy nagy felelősség volt. Úgy tudom, hogy ön is volt ott olyan esetben is, amikor úgy vette észre a tüzet, és úgy riasztotta a többieket. Így igaz, ahogy tetszik mondani, úgyhogy hát teljesen körül lehetett sétálóval járni a tornyot, a templom tornyát, ahol az egész határt beláttuk. Volt tápcső, és azzal, ami esetleg távolabb volt, közelebb tudtuk hozni, úgyhogy onnan tudtuk riasztani a csapatot káresetekhez. Hát volt egy káreset, ahová riasztottam őket. Többre nem is emlékszek. Nem is volt úgy elterjedve még akkor a káreset, mint most már, ahogy el van. Most már elég sűrű vannak, ugye, avartüzek, erdőtüzek, balesetek, hát ilyen vegyesen, aztán elég sok feladatok van most már a tűzoltóknak. Nem úgy, hogy nem lehet mondani, hogy csak, mint a Tiszafüreden mondta a tanácselnök, hogy nem bírja a tűzoltókat, mert azok nem tudnak egyebet csak röplabdázni. Hát pont akkor ment mindig ott a laktany előtt el, amikor sportfoglalkozás volt is. Tényleg azt látta, hogy röplabdázgattak a tűzoltók. De ez feladat volt. Elő volt írva. Hát igen, egy jó erőlétnek azért lenni kell, hiszen a tömlőt húzni kell maga után az embernek. Most egyenruhában tetszik lenni, ezt a mi kedvünket tetszett felvenni, és még nincs rajta az új rang, amit a Varga Béla tűzoltóezredestől tetszett kapni, még ezen a régi nyugdíjba vonulós csillagok vannak, de akkor azt tetszett korábban nekem mondani, hogy akkor mindig a tűzoltó itthon is, tehát hogyha nem volt szolgálatban, akkor is úgy volt beöltözve, hogy ha riasztják, akkor azonnal indulni tudjon. Ez így kellett járni városban mindenhol? Igen. Pontosan így van, úgyhogy nem lehetett levetkőzni, mert a parancsnok elkapott bennünket, ugye arcilag ismerte mindenkit, és nem az egyenruhába sétált az utcán, akkor abból probléma volt, utána rá kellett állni a szőnyek sarkára. Úgyhogy most már nem divat. Most már mindegy, hogy hogyan megyen, csak
oda bent van egy szolgálati ruha, abba öltözik át, a labatőtére a 24 órát oda bent a tűzoltó most már. Hát én szerettem nagyon. Biztos nem mondok ellene semmit, mert igazán hivatásomnak tartotta a tűzoltó feladatot, és most is azt mondom, hogy ha úgy lehetne a fiatal karomat előidézni, csak tűzoltólag jelentkeznék ismételten. És mit szólt ehhez a felesége, hiszen Magdilénivel már 57 éve házasok, jól emlékszem, ő ezt elfogadta? Elfogadta. Hát egyen meg a szívét rá volt szorulva ő is, aztán ugye, még jobban megértettük egymást. Úgyhogy nem mondom, mert egymás dolgaiba nem szóltunk bele, nem kérdezgettük ki egymást, úgyhogy hogy is, hogy úgy. Van egy szolgálati titok, amit meg kellett őrizni, de azontól nem mentünk sose egymással szemben. Bocsánat, hogy közösszok, de ezt nem mindenki tudja, hogy Magdi néni rendőrként dolgozott először Füreden és utána Karcagon. Tehát két egyenruhás volt itt ebben a lakásban, tehát gondolom, hogy mindenki tudomásul vette azt, hogyha jött a riasztás, neki is menni kellett éjszaka, bármi esemény volt, vagy Imre bácsinak vonulni kellett. Tehát akkor itt nem volt morgolódás, hanem mindenki tudta, hogy mi a dolga, és indult. Így van. Pontosan így van, úgyhogy nem is egyszer-kétszer megtörtént, hogy be kellett neki is menni, mert olyan volt a feladat, hogy menni kellett. Hát bizony sokszor a szomszédokat kérte meg, hogy majd nézzenek már át a gyerekekre. Akkor átnéztek, vagy ha meg úgy haza tudtak jönni a problémától, balesettől, vagy akármi betöréstől, akkor mama mindig felöltöztette őket, elengedte az iskolába, akkor aztán már egész nap nyugodtan tudta végezni ő is a munkáját. Hát amikor én ugye a munkaidőmet letűtöttem, akkor csak én is igyekeztem hazafele, hogy ténylegesen a gyerekeket elindítsuk az iskolába. Imre bácsi, 9-en voltak testvérek, 3 fiú testvére volt és 5 lány. Fiúk közül azt tudom, hogy nem lett senki sem tűzoltó. Gyerekek, unokák közül valaki rendőr tűzoltó pálya vonzó-e számukra? Próbáltuk, de nem volt vonzó erő benne. Se a rendőrség részére, se a tűzoltókat nem szerette meg egyik se. Hát én nagyon szerettem. De hiába én, csak én voltam. De a gyerekek már ugye, ha nem szerették, hát hiába nem lehetett erőltetni, mert annak úgy se lett volna jó vége. És hogyan telnek most a nyugdíjas évek, hiszen azért mindig egy örökmozgó tetszetlen, itt az elején el tetszett árulni, hogy nagyon nehéz megállni, hogy ne telefonáljon be, amikor mennek, és még a szíve úgy megdobban, amikor sűvítnek a tűzoltók itt esetleg az önablak előtt is, de mivel telnek a nyugdíjas évek? Hát ház körüli munkát mindig találok. És ez az egyetlen egy szerencsém, talán ez éltet, hogy örökmozgó vagyok. Nem azt mondom, mert hát egész kicsi gyerekkoromtól kezdve munkás ember voltam, meg cseléd voltam, úgyhogy nagyon belém nevelték ezt a dolgot, és nem tudom megállni még most se öreg koromra is. Nem azt mondom, hogy megerőltetett munkát végzett, csak olyan piszmogó kis munkát, de mindig mozogni kell. Én azt kívánom, hogy még sokáig találkozunk a 100. születésnapon is, és még sok-sok erőt, egészséget kívánunk önnek, és hát ismerve önt ugyanúgy tűzoltó lenne, mint ezelőtt sok-sok évvel. Én azt kívánom, hogy még sokáig tudja figyelemmel kísérni a karcagiak munkáját. Nagyon szépen köszönöm, úgyhogy én is azt kívánom magamnak, hogy minél hosszabb ideig tudjak izgulni, amikor meghallom a sziréna hangját, hogy vonulnak a tűzoltók. Valami történt, valami káreset. És ha erre jönnek ezen az úton, mert elég sokat mennek a cigányokhoz, akkor mindig nézem, amit csak látom őket, hogy na merre mennek, mert ugye van, hogy ide mennek tényleg a lakótelepre, de olyan is van, hogy kiebb mennek a Tilalmasig, meg ki az Ecsezubba, meg ki a Bombatérre. Úgyhogy nem tudom megállni, hogy utánok ne nézzek.
Gratulálok ez az előléptetéshez is, hiszen sikerült a zászlósá előléptetni a Varga Béla ezredes úrtól, megkapta a parancsot, és jó egészséget kívánok önnek. Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságot. Igyekszem továbbra is megtartani az egészségemet, ha csak lehet, egy bogdvar rá.